volt egy ilyen elképzelésünk, hogy a jó startup csapat az egy olyan csapat, akik számos különböző projektet akár sikerre tudnának vinni, nem egy túl specializált, nem tudom, team, hanem tényleg sokszínű emberek, akik akármiben megállják a helyüket. És miután megvolt ez a csapat, megvolt ez a divers talpra esett team, ezek után kezdtünk el tudatosan kutatni és gondolkodni, hogy mi az, amivel nagyot lehet robbantani, mi az, ami nem csak nekünk jön be, de másoknak is bejöhet, mint ötlet. És így jutottunk el a personalizált és interaktív videók, illetve reklámok világába. Augusztusban a Nemzeti Kereskedőház hirdetette egy versenyt, egy pályázatot, ahova startupok jelentkezhettek, ahol a fődíja az volt, hogy a Tel Avivi DLD Innovációs Fesztiválra, ami egyébként a világon az egyik legnagyobb ilyen innovációs fesztivál, kijuthatott a legjobb 2-3 csapat. Mi nem csak personalizálunk, hanem interaktívvá is teszünk videókat. Ami tényleg azt gondolom, hogy a kommunikáció jövője, hiszen a personalizáció még többnyire még mindig csak egy irányú kommunikáció, még mindig a videó beszél hozzám, én nem tudok a videóhoz beszélni. Persze nyilván nem azt várjuk el, hogy mindenki a képernyőjelet ordítozzon, de a cél valójában tényleg az lenne, hogy a cégek is azonnali feedbacket kaphassanak. Jó az ötlet, megfelelő a kommunikáció, és az interakció tényleg ezt teszi lehetővé, ugye mérhetővé is teszi az egész élményt. Tehát meg tudjuk azt is mondani mondjuk egy cégnek, hogy az üzenet, amit megpróbált átadni, amit megpróbált közvetíteni, az mely részeken volt nagyon hatékony, hol volt az, ahol nagyon izgult a néző, hol volt az, ahol abszolút nagyon tetszett neki, és hol volt az, ahol majdnem elaludt rajta. Ez ugye nem csak nekünk egy segítség, hogy megfelelően tudjuk fejleszteni a technológiánkat, de a cégeknek is, akikkel együtt dolgozunk, hiszen kapnak egy olyan visszajelzést, hogy az, amit mondani akarnak, jó, de ahogy mondják, az fejleszthető. Mi a personal videót azért hoztuk létre, vagy azért alakult ki ez az egész termék, mert hatalmas a reklámzaj, az emberek nem figyelnek a reklámokra, nem éri el az inger küszöböt. Ez nyilván két oldalról is probléma. Egy az, hogy spammelik a nézőket, irreleváns, számukra nem fontos tartalmakkal bombázzák őket, és az embereknek egy reklámvakság, például interneten is, hogyha böngészel, akkor már észre sem veszed, hogy átugrottál egy bannert, amiért egyébként a hirdető meg tök sok pénzt fizet. A másodszorban meg, hogyha tévébe hallod, elkapcsolsz, leveszed a hangját, körbe mész az összes addigi csatornán, ami megvan, hogy hát ha valahol éppen nem reklám van, és számodra érdekes műsor. Másik szempontból meg, aki reklámoz, annak is egy elég fájó pont az, hogy dobálja ki a pénzen az ablakon a pénzét, mert nem érnek célba azok az üzenetek. Ezt szeretnénk mi, vagy ezt fogjuk mi áthidalni a personal videóval, mert olyan elemeket építünk bele a fejlesztésünkbe, amik olyan pszichológiai tényezőkön alapulnak, amik érdekessé teszik a reklámokat, és most nem azt kell elképzelni, hogy egy olyan reklámot így az ember kapta. Tehát ez sem egy tukmálás akar lenni, hogy azzal, hogy egy-két elemeli fel, turbózzuk a reklámokat, ezzel már is eladhatók lesznek olyan termékek, amik az illető számára nem lesznek relevánsak. A mi célunk az, hogy valóban oda megérkezni, hogy releváns legyen minden reklám, ami az illetőt eléri. Szóval ezeknek az összesített hatásával sikerül elérni azt, hogy ráfigyel a reklám vagy a videó tartalmára, tehát ennek nem muszáj reklámnak lenni, ez lehet egy elektronikus száma, ez lehet egy termékmagyarázó, vagy lehet éppen mit tudom, egy akadálymentesített honlap ugyanúgy. Jobban odafigyel az illető a reklámtartalmára, a nagyobb figyelem és a nagyobb bevonódás az azt hozza magával, hogy ezek erősebb emlékek lesznek. Tehát több mindenre fog emlékezni, hogyha részletekről, információról van szó. Alapvetően élményt is más miatt nyújt ez már, mint egy egycsatornás kommunikáció.